te rendezted Európa legjobb animációs filmi. Igen. Járó díját elnyerő 8 kert. Hú, de szép mondat volt, ezt elemezzük. De jól kihoztad, jól kivágtad meg, igen. A 8 kert, igen. Hogyan csöppentél ebbe a munkába? Magam sem tudom. Hát a Iparművészeti Egyetem animáció szakán akkor végző Gauder Áron és a producer, a film producere Novák Erik ismertek olyan iparos srácokat, szintén iparra járó srácokat, akik nekem a barátaim voltak. És ők ajánlottak, hogy ők, amikor kiderült, hogy ők ezt akarják csinálni, de hogy nyilván majd magyar színészekkel kellene felmondatni a karakterek hangját, magyarul egy magyar szinkront kell hozzá készíteni, még ha nem is szinkron volt a felvételi mód, hiszen előre dolgoztunk úgymond feketére a hangot, és a rajzolók később rajzolták rá a figurákat, meg a szájmozgásokat, ami hozzáteszem, hogy sok esetben így van, tehát amerikai rajzfilmek is így készülnek többnyire, hogy először elkészül, mint egy hangjáték az anyag, és aztán állnak neki az animátorok rajzolni, vagy a kettő párhuzamos. A lényeg az, hogy ők nagyon, ugye színészeket se ismerték, a magyar színészeket, nem volt tapasztalatuk ebben, ezért szinkron rendezőt kerestek, és azt elég hamar eldöntötték, hogy nem azt fogják csinálni, hogy bemennek egy létező szinkron stúdióba, és ott azt mondják, hogy nekik lenne egy ilyen magyar filmjük, ami most készül, és animáció, és akkor segítsetek ebben. Lehet, hogy pénzük se volt erre, sőt biztos, hiszen tudom, hogy eléggé low budget produkció volt, hanem nekik egy olyan ember kellett, aki velük együtt közösen elkezd ezen agyalni. És hát néhány ilyen barátkozós, ismerkedős est után talán szimpatikussá váltam számukra, és így befogadtak, és akkor megtettek szinkron rendezőnek. Ami kezdetén abból állt, hogy közösen elkezdtünk agyalni, hogy kik legyenek a hangok. Tehát ők mutattak nekem rajzokat, hogy így fog kinézni ez a szereplő, így fog kinézni az a szereplő, ezt csinálja majd a filmben, azt csinálja abban a filmben, hát odaadták a forgatókönyvet, ugye, hogy olvassam el. És hát aztán szép lassan ez így felépült, hogy akkor kiket fogunk erre hívni. Csináltunk castingot is, tehát egy-egy karakterre, amire nem volt egyértelmű, hogy kit szeretnék én, kit szeretne a rendező, a producer, az író, mert ők is beleszóltak. Sok esetben már az is volt az ember érzés, hogy túl sokan szólunk bele, de ez volt jó ebben az egész munkában, hogy olyan műhely munka volt, amilyen életemben még soha. A hangmérnök is, a mellettem ülő hangmérnök, akinek csak az lett volna a dolga, hogy a felvételnél azt mondjuk, hogy ez jó volt, tedd el, ez nem, vagy ő mondja nekem, hogy ezt ismételjük meg, mert itt a mikrofon bedübbent. Ő is beleszólt olyan dolgokba, amik nem az ő feladatköre lett volna. És később én is beleszóltam olyan, a filmben van egy jelenet, ami azért van ott, mert én javasoltam, hogy szabjuk át, és egy bizonyos hosszú jelenetet vegyünk ketté, és a közepébe ágyazzunk bele egy másikat, és az író azt mondta, hogy de jó ötletet ez neki mérne. Tehát ez klasszikus dramaturgiai munka, vagy rendezői munka, és nem volt olyan a légkör, hogy bárki hiúsági kérdést csinált volna ebből, mint ahogy én is sokáig ragaszkodtam egy bizonyos karakternél, egy bizonyos színészhez, és a producerrel nem sikerült elfogadtatnom, és ő javaslatára csináltunk egy castingot, és azon a castingon találtunk meg egy olyan valakit, akire nem is gondoltam. Én mondhattam volna azt, hogy durcás vagyok, és ez nekem nem tetszik, de meg kell tápítanom, hogy nagyon jót tett a produkciónak, hogy végül is vele dolgoztunk, és nem azzal, akihez én eredetileg ragaszkodtam. A lényeg az, hogy így kerültem a produkcióba, és így ment végig a munka, ami életem egyik meghatározó egy éve volt, sőt talán több is, mert a konkrét felvétel is majdnem fél évig húzódott, amíg felvettük az összes hangot, meg aztán voltak pótfelvételek. De ez az előkészítő fázisától egészen a díszbemutatóig az majdnem másfél év volt, ha jól emlékszem, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó munka volt, és egyébként utána nem sokkal hoztam azt a döntést, hogy akkor én már nem rendezek többet szinkront. De egyébként azt mondom mindenkinek, hogy meg kell nézni, hogy a 8 kert még most is elérhető DVD-n, akár üzletekben is, vagy TK-kban, vagy bárhol be lehet szerezni. Meg kell nézni a verkfilmet a végén, az úgy mindent elárul arról, hogy milyen munka volt ez a dolog, hogy mennyire vettük komolyan, és szerintem ez a fajta lazaság,
Mindenki első filmes volt. Mindenki. Senkinek nem volt még filmje, aki ebben főbb alkotóként részt vett. És ez a fajta lazaság, meg ez a fajta közvetlenség, ami jellemezte a stábtagokat, ez így kihatott a filmre, és szerintem ezért ez így érződik az egészen, ez a lendület, meg ez a szellemi frissesség. Mert technikailag rengeteg hiba van benne. Most csak, hogy más nem mondjuk, a szinkronban is rengeteg hiba van benne. A legdurvábbat, hogy említsem, egyszer az egyik szereplő beszéde alá egy másik szereplőnek a hangja van bevágva, ami egy vágási hiba volt, tehát a hangmérnöki hiba, ha így nézzük, vagy az animátorok. A két rendőr karakternél megcsináltuk azt is, hogy megfordítottuk a rendőröket, hogy az egyik karakter csinálja, a Badár volt az egyik, a másik meg a Horváth Jancsi, és megcseréltük őket, hogy akkor most a Horváth Jancsi hangján beszéljen a Badár figurája, és a Badár figurája alatt meg a Horváth Jancsié. Aztán ezt az ötletet elvetettük, de ezek a bizonyos mondatok ott maradtak a gépben, így lettek átadva, és az nem figyeltek oda, és én ezt a sajtóvetítésen vettem észre. Mert hogy a végén ugye annyira kapkodtunk, hogy természetesen ilyen, hogy muszternézés, vagy most először az alkotók megnézik, aztán ha még hibát találnak benne, akkor azt kijavítjuk, hát ez szóba se. Olyannyira nem, hogy a sajtóvetítésen a Dunamoziban volt, akkor még Dunamozinak hívták, a sajtóvetítés után még a mozi verzión még dolgoztak a számítógépek. Tehát a sajtóvetítésre készítettek valamilyen verziót, ami butább volt, mint a mozi verzió. Közben még a 20-valahány számítógép berregett egy szobában, ami számolta át a mozi verziót. Ezt úgy hívják egy rendelelés, ami egy ilyen számítástechnikai kifejezés. Ugye, hogy az a minőség, ami a kis képernyőn jó, az a nagy képernyőn is olyan minőség legyen, ez át kell dolgozni a filmformátumot. A lényeg az, hogy hogy akkor már esély nem volt ezekbe belenyúlni. Tehát az, hogy mi ott valamit ki akarunk javítani, legyen az rajzi hiba, vagy hangi hiba, vagy bármi. Úgyhogy ez így maradt, hát ez ilyen filmtörténeti érdekesség. Tehát ilyenek vannak benne, vagy mint ahogy ugye kezdetétől az volt nekem ígérve, amikor elkészül a felvett hangjátékszerűen felvett anyag, akkor majd, ha a rajzolók megrajzolták, akkor mi még ezt még egyszer megnézzük, és akkor még lesz egy utószinkron, ahol még helyére tesszük a mozgásos hangokat. Hát ez egyáltalán nem lett így, tehát nem sikerült utószinkronizálnunk, amit én néha érzek, hogy kicsit sterilek a szövegek ahhoz képest, amilyen mozgás. Ugye egy színész nagyon jól meg tudja csinálni hangban, hogyha egy mozgás lát a figura részéről. Hát mivel ezeket a mozgásokat nem láttuk, vagy nem mindig tudtuk előre, ezért ezek nem lettek így felmondva. Ezért ilyen hibák vannak benne. De animáció hiba, tehát Áron is panaszkodik mindig, hogy ez itt rossz, az itt rossz, azt kellene megcsinálni, de hát ez nem sik. Tehát még egyszer mondom, hogy technikailag tele van hibával, és ennek ellenére egy csomó díjat nyert a Filmszemle díjától ez bizonyos Európa legjobb rajzfilmjéig, és hát 20-valahány ország vetítette mozikban, és 40-valahány ország vette meg televíziós sugárzásra. Szóval a készült amerikai szinkronja, úgyhogy... Több nyelvre szinkronizálták? Hogy? Több nyelvre készült szinkronja? Hát én úgy tudom, hogy német és angol szinkronja készült. De ebben nem én csináltam, úgyhogy ezt nem tudom pontosan. Érdekes lenne összevetni a magyarral. Igen. És milyen volt olyan művészekkel dolgozni, akik a szinkronban... Nem kevésbé járatosak, igen. Például, mint például a Junior, igen. Hát a Junior az nagyon meglepett. Hát én a Juniortól féltem a legjobban. Azt tudtam, hogy egy nagy dumás csávó, meg hogy nem lesz gond a hozzáállásával, meg a vagányságával, amihez kell ez a feladathoz. De hát az, hogy milyen színész, tehát mondjuk így azért ő figurájának, a Rómeónak vannak olyan pillanatok, amikor nem csak rappelni kell meg dumálni, hanem bizonyos érzelmeket megjeleníteni hangban. A másik a technikai része, hogy most így mennyire szép a beszéde, mennyire artikuláltan beszél, mennyire... Hát is a Junior az lenyűgözött. Tehát gyakorlatilag kis túlzással nem volt vele semmi gond. Tehát így... Jó, sokszor vettünk fel több verziót, de annak inkább az volt az oka, hogy mi magunk se tudtuk, hogy most akkor ez a verzió a jó, vagy a másik, tehát csináltunk változatokat egy-egy jelenetre,
És a Rohati Sandika volt ugye a női partnere, a Juli, aki egy nagyon gyakorlott és tapasztalt szinkronizáló színész, és nem a junior miatt, nem kellett a junior miatt többször megállni, mint mondjuk az Andi miatt, legyen az egy baki, vagy egy technikai probléma. Mindenképpen egy roma fiúval szerettük volna eljátszatni a roma fiút. Magyarországon nincs nagyon ilyen korabeli korú színész, aki én legalábbis nem ismertem, aki roma is, színész is, és még korban is megfelelt volna, ilyenről nem tudom. Ismerünk roma származású színészeket, de azok mind idősebbek voltak, mint a junior. És hát gyakorlatilag a junior karaktere, amit játszik a filmben a Rómeó, amilyen a Rómeó a filmben, a junior olyan az életben is. Egy nagy dumás, vagány, 8. kerületi srác. Ez kellett nekünk, és ez a junior volt. Arról nem is beszélve, hogy nyilván ez egy ilyen alkotás esetén jól jön a konyhára, hogyha azok a rajongók, akik a Fekete Vonatot akkoriban kedvelték, vagy a juniornak a zenei munkásságát kedvelték, azok mind megnézték a 8 kert már csak a junior miatt is. Úgyhogy ez a klasszikus két legyet ütünk egy csapásra esete. De hát még egyszer mondom, hogyha egy percig is azt éreztem volna, hogy ez vállalhatatlan, akkor nyilván vagy kiszállok a produkcióból, vagy addig verem a akaratomat keresztül a többieken, amíg nem változtatjuk meg a kezdetétől. Tehát a junior fel sem merült, hogy más csinálja. Tehát, és ugye ez egyik főszereplőről van szó, szóval én nagyon élveztem vele dolgozni. És egy tündéri pofa volt. Voltak olyanok, akik úgy kerültek a szereposztásba, hogy egyéb okok miatt is nem volt gyakorlatuk a szinkronizálásban. Nyilván volt, akivel voltak ilyen jellegű gondjaink, hogy nehezebben oldotta meg ezeket a dolgokat. Vagy volt, aki egyszerűen attól volt zavarba, hogy csak a hangjában játszhat. Te például a Horváth Jancsi, aki színészkedett, ugye a Szőke András filmjeiben ből ismerhetik a nézők, meg a Badárnak volt nagyon sokáig egy partnere, állandó partnere. Ő játszott filmekben, nagyon sokat színészkedett színházban is. De ilyet még nem csinált előtte, hogy csak a hangjával. Ő például annyira gesztikulált minden egyes jelenetnél, hogy folyamatosan leverte a mikrofont, meg a papír zörejbe hallatszott, amikor a kezében csörgette a papírt. Szóval vele voltak ilyen gondok, de aztán ő is beidomult, úgyhogy... Pindrós Csaba? Hát a Csabi az egy... Hogy mondjam, ő egy figura. Tehát meg azt gondolom, hogy őt is pofán csapta a szerep, ahogy szokták mondani. Tehát ez a Móriczka karaktere, aki, nem Móriczka, bocsánat, Béluska. Béluska enyhén retardált rendőrgyerek. Ez a Csabinak nagyon jól állt, és nagyon jól hozta ezt a karaktert. Nem volt sok szövege a filmben, de vele nagyon szeretek dolgozni, elég régen ismerjük egymást, még az Arany János Színháznak volt ő is stúdiósa, egyel alattam, és már úgy értem, hogy évfolyamilag, és már akkor elég hamar össze voltak kis csínjeink a színházban, hogy így finoman fogalmazzak. Szereposztásban ugye többféle szempont érvényesült, azon túl, hogy én kit gondoltam adott színészek közül hangban megfelelőnek, azon kívül ugye marketing szempontok is szerepet játszottak, mégiscsak egy mozifilmről volt szó, és igyekeztünk húzó neveket is bevonni a szereposztásba. Mindig nagyon fontos volt az, hogy a vétójoggal élhettem, és azt mondtam, hogy ha az adott húzónév, lehet, hogy húzónév, de nem jó az adott karakterre, akkor nem lesz benne a moziban, és ezt mindig elfogadták. Tehát igyekeztünk olyan húzóneveket találni, akik a karakterhez is tökéletesen illettek, illetve, hogyha nem találtunk a húzónevet, akkor megcsinálta ezt egy olyan színész, aki szerintem a legjobb volt arra a feladatra, és nem húzónév volt, és ezt meg ők fogadták el, szóval... Éppen ezért nagyon vegyes is lett a szereposztás. Olyannyira, hogy nem csak színészek dolgoznak benne, színházi színészek is dolgoznak benne, akiknek ez volt életük első és lehet, hogy utolsó szinkron munkája, és nagyon meg voltak illetődve, hogy nekik ilyen feladatuk van most. És olyan színészek is, akik meg csak szinkronizálnak, és nagyon profin szinkronizálnak, de számukra meg azért volt újdonság, mert végülis nem szinkron volt, mert hogy ugye előre kellett dolgozni. De úgymond hangjukból élő színészek, vagy hangjukkal játszó színészek is. Tehát egy ilyen nagyon vegyes paletta alakult ki. De én ezt se bánom, mert szerintem ez csak előnyére vált a dolognak.
Gyakorlatilag magukat csinálták, mert ugye az arc... Az egy másik, tehát az, hogy a adott karaktereknek az a színész, aki a hangját adta hozzá, sok esetben ő szerepel az arcával is, ez az Áron ötlete volt, hogy abból azt az adott fotót torzítsák el, rajzfilmesítsék, úgymond, vagy animálják. Ez is egy jó ötlet szerintem. Hát miért ne? Tehát, hogyha ezt meg lehet tenni, akkor miért ne tegyük, hogy... Nem véletlen azért sok esetben, hogy a hang olyan, amilyen, tehát ahhoz egy külcsín is párosul, és sok esetben ez jól fedi le a valóságot, hogyha nem lesz idegen egy barna, vékony barna női hang az, hogyha az életben is úgy néz ki, ahogy hangzik, akkor az csak reálisabbá teszi a történetet. És azt lehet tudni, hogy a végén miért lett kikockázva a miniszterelnök és a testvérei? Az arcuk? Igen. Hát persze, hát ez egy poén, az egy képi poén, az tulajdonképpen arról szól, hogy ahogy a bűnözőket is kiszokták kockázni a bíróságon, hogy ne személyiségjogokra való tekintettel. Egyfelől, másfelől pedig el akartuk nyilván kerülni azt, illetve el akarták a filmalkotói, ebben nekem mondjuk beleszólásom így nem volt, hogy élő konkrét politikusokra bárki is következtessen. Most gondolj bele egy arcvonást, meg sokan mondjuk azt mondják, hogy ez az, ez XY, a másik meg azt mondja, hogy nem, ez egy másik, és akkor jönnek a támadások, hogy most akkor politikailag mi melyik oldalhoz tartozunk, ezt nyilván el akarták kerülni, általánosítani akartak, és pluszban ez a gag, hogy a bűnözők vannak kikockázva, mint magyarul politikus egyenlő bűnöző, nyilván erre akart utalni ez a kis történet. A 8K DVD-n található verfilmben elhangzik, hogy volt sorozat is a mozifilm előtt. Azt is te rendezted? A szinkronját? Igen. Nem. Ott maguk az alkotók csinálták a szinkron verziót is, tehát akik magát a rajzfilmet létrehozták, név szerint a Novák Erik és a Gauder Áron. És az a TV2-n ment, azt hiszem összesen 6 epizódot vetítettek le. Volt egy késő esti ilyen show műsor, az Alföldi Robi volt talán a házigazdája, és azon belül volt egy ilyen blokk, amikor a 8K-nek egy előverzióját, vagy az ős 8K-t ott mutatták be. Mondom, összesen 6x5 percről volt szó talán, tehát ilyen kis rövid 5 perces jelenetek, amikből bizonyos jeleneteket tartalmazott aztán a nagy film is. De igazából az arról szólt, hogy akkor születtek meg a karakterek, meg ez az egész világ, meg ahogy kinézett, akkor találták ki az alkotók, és erre kaptak a TV2-től egy megbízást, és akkor ott legyártottak ilyen kis 5 perces jeleneteket. Én akkor láttam ezt, amikor készültünk a filmre, megmutatták nekem értelemszerűen, hogy akkor ezekben a karakterekben kellene gondolkodni. És színészekkel szinkronizálták le, akik közül tartottunk is meg a nagyfilmbe is hangokat, például a Szabó Győzőt, de ott sok olyan is szinkronizált abban az első verzióban, akik így a stábnak különböző módon részei voltak, tehát nem színészek, ezért hallatszódott is az én fülemnek. De hát aztán, amikor így a nagy játékfilm ötlete felmerült, akkor már ők is tudták, hogy innentől kezdve nem babra megy a játék, tehát így el kellett kezdeni gondolkodni, hogy ki legyen. Volt benne váltás is, Huyber Feri helyett a Csöre Gabi lett, ugye akkor ment ki Angliába a Huyber Feri, Mináróvics Petit is le kellett cserélnünk másokok miatt. Nem voltam ott, tehát nem tudom 100%-osan megerősíteni, hogy megtörtént, de létezik egy magyar származású, illetve egy magyar rajzfilmes, talán a neve sokak számára mond valamit, a Csupó Gábor, aki a Simpson Family-t is kitalálta, meg egy csomó nagy sikerű rajzfilmet. Ő neki Los Angelesben van stúdiója, ott dolgozik nagyon sok magyarral, és ő a Tarantinóval elég jóban van, és állítólag a saját mozi termében, amikor még nem volt kész a film teljesen, egy munkakópiát megmutatott a Tarantinónak, és a Tarantino állítólag oda volt meg vissza, hogy ez milyen zseniális, és hogy milyen jó az az egész világa, hogy ábrázolva van is. És ez így valahogy visszajutott a fülünkbe. Hát, hogy ez igaz-e, azt nem tudom, mindenesetre jól esik az embernek, tehát ilyenekről lehetett hallani akkor is, mikor csináltuk közben, meg utólag is.
nagyon sajnálja az ember, hogy valamilyen szempontból nem lett folytatása, de lehet, hogy így van jól. És utána milyen animációkat volt a lehetőséged rendezni? Hát aztán ez a kör, aki a Nyúckert is rajzolta, és most szó szerint értem a rajzolást, tehát az Áron ugye nagyon sok animációs szakembert vett maga mellé, akik a gépeken elkészítették a grafikáját ennek a mozinak. Ők utána mentek szanaszét, és mindenki csinálta a saját maga filmjeit, kis rajzfilmjeit, és akkor eszükbe jutottam. Éveken keresztül, a Nyúcker után éveken keresztül minden évben volt egy-két ilyen rajzfilmes felkérés, hogy Csabikám, most van egy ilyen kis filmem, gyere, segíts színészt keresni, rendezd meg a szinkronját. Úgyhogy ez mára egy kicsit alább hagyott, aminek szerintem az is oka, hogy nem készülnek ilyen rajzfilmek, vagy kevesebbek. Meg hát nyilván ők is megismertek másokat, más lehetőségek is adódtak, de akkoriban nagyon sok ilyen volt, szóval mondjuk Kecskeméti fődíjas volt a Velszibárdok című, tehát a Velszibárdoknak egy animációs feldolgozása, Zoli, Bognár Zoli, azt hiszem a rendező. Aztán volt a Quirin Ágnes által rendezett Nyakashegyi történetek. Ő is Szegről végről a Nyúcker miatt. Nyúcker miatt keresett meg. Annak a Lackfi János költő írta a szövegét, és a Ágiék rajzolták egy Zsámbékra kiköltöző városi értelmiségi család hétköznapjai. Egy ilyen gyerekeknek és felnőtteknek egyszerre szóló nagyon-nagyon szellemes rajzfilm, amit nagyon sajnálok, hogy csak 13 rész készült el belőle, ha jól tudom, és nem került igazából utána még magyar tévébe sem, úgyhogy betítésre, mert ez egy nagyon-nagyon nívós alkotás lett volna, vagy lenne, vagy az is. Szóval voltak még utána. Érdekes, hogy ezeket nem karolják fel. Hát figyelj. Az említett 13 részes sorozat is, ha jól tudom, csak moziban volt. Igen, én is úgy tudom, hogy moziban vetítették meg ilyen fesztiválokon, de akkoriban, amikor mi csináltuk a szinkronját, akkor a Duna TV-vel voltak tárgyalásban az Ágiék, hogy a Duna TV-n vetítik majd, mint mesefilmet délelőtti műsorsávban, de egy kimondottan olyan mesefilm volt, amin felnőttek is jól szórakoztak. Tehát Csetlő Botló, azt hiszem író, anyuka, meg apuka, meg tanár, vagy fordítva, nem tudom már, és kikölvesznek egy zsámbéki parasztházat, és akkor ott állatokat kezdenek el tartani, amiről fogalmuk nincs, és a falunak a gyűtmentekhez, a falunak a parasztbácsiai adják a tanácsokat, meg akikről kiderül, hogy persze az egyik alkoholista, és semmihez nem ért, csak okoskodik. Szóval, és mindez a Lackfinak a szövegével, aki egy zseniális költő, versbe szedve a szöveg, vagy rímekbe szedve a szöveg, három gyerek, közben az állatok is beszéltek, kutya, macska, kakas, disznó, ők is beszéltek, azt hiszem az emberekkel nem, de egymással igen, szóval nagyon jó volt az alapötlet is, jó volt a animáció világa, szerintem nagyon szép rajzok voltak. Hát megrekedt ez a produkció is. És ez milyen hosszú munka volt? Hát ezt úgy epizódonként vettük fel, ha jól emlékszem, egy olyan fél év alatt. Folyamatosan rajzolták, és amikor elkészült egy epizód, akkor jöttünk és leszinkronizáltuk. Olyan 5 perces epizódok voltak, tehát azt úgy egy fél nap alatt bőven fel lehet venni, bőven, de körülbelül így. És a színészek is nagyon szerették, akik benne voltak, szinkronizálni. Ezt nagyon